Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió életmód magazinját látják. Következzék egy kis ízelítő mai adásunkból. Nordic walking. Ez a szabadidős sport bárki számára utolérhető, remek mozgásforma és igazi közösségkovácsoló erővel bír. Megalakult a Nyugat-Dunántúli Ritka Betegek Szervezete. A csoport vezetője beszél a célkitűzéseikről. Bemutatjuk Nagysomlai Helgát, aki hisz abban, hogy minden régi bútornak lelke van. Netiquette Club, a soproni szerveződés, izgalmas programokat kínál az internet használatával kapcsolatban. Sopronban nagy népszerűségnek örvend a Nordic Walking, amely nagyon jó szabadidősport és remek közösségkovácsoló erővel is bír. Erre jó bizonyíték, hogy Sopronban létrejött egy csoport, akik rendszeresen túráznak a soproni erdőben. Csinálunk pár nyújtást, így a túra végén, ugye ez nagyon hasznos. Lenyújtanak a soproni Nordic Walkingosok. Vasárnap 9:30-kor ők már túl voltak az első túrájukon. Annak dacára, hogy ez a sport kortól függetlenül űzhető, szórakoztató és hasznos, a neve sokak számára ismeretlenül cseng. Nordic walking tulajdonképpen egy olyan sportág, amely látszólag olyan, mint a túrázás, vagy látszólag olyan, mint az erdőjárás, de igazából ez egy konkrét sportág, tehát azt kell tudni róla, hogy speciális botokkal megyünk, és elsősorban a sport itt a lényeg, nem a természetjárás vagy a kilométerek a teljesítmény, és megvan ennek a speciális mozgás módja, mozgás formája, amelyet jó, hogyha az ember megtanul, hiszen akkor fogja 100%-ban kihasználni a testi adottságait. A Nordic Walkingosok rövid szünet után ismét nekivágtak a Soproni hegység erdei ösvényeinek. A kezdeményezést 2016. decemberében hívták életre. Azóta sok aktív taggal bővült, akik vallják, ebből bizony sohasem elég. Én a kezdetektől itt vagyok az Andrással, egy nagyon önzetlen és szuper instruktorunk. Minden vasárnap itt vagyok, kivéve amikor tai chi elfoglaltság miatt máshova utazom, de imádom a Nordicot is, és jó a társaság, nagyon jól átmozgat, tényleg jókat beszélgetünk. Nagyon szeretek itt kint a természetben, úgyhogy nagyon örülök, hogy ezt a csapatot megtaláltam. Vannak, akik azért is ragadnak vasárnaponként botot, mert úgy tekintenek a Nordic Walkingra, mint egyfajta komoly gyógymódra. Én 2017 óta, 17 januárja óta jövök a csapattal, több szempontból is fontos ez nekem, egyrészt mert 2016. november végén megműtöttek vastagbérákkal, és azóta is jól vagyok, tehát valóban jót tesz a kondíciónak. Másrészt meg jókat beszélgetünk itt, erről se feledkezzünk meg, tehát van, akinek ezt úgy szoktam mondani, hogy nem csak Nordic Walking, hanem Nordic Talking az, ami itt történik. Gyaloglunk, beszélgetünk, élvezzük a természetet, aztán utána hazamegyünk. A sport rendkívül jótékony élettani hatását szakemberek, például a házi orvosok is elismerik. Dr. Kárpáti György maga is eljár Nordic Walkingozni a soproni csapattal. Én azt gondolom, hogy a rendszeres testmozgás az az, amit mindenkinek kellene csinálni, és egy kicsit azt hiszem, hogy ez a csapat népszerűsíti ezt a szempontot, és én azt gondolom, hogy mi is nem véletlenül csatlakoztunk be ebbe a csapatba, mert számunkra is rendkívül fontos, hogy a kondíciónkat meg tudjuk őrizni, mindennapi munka mellett ez rendkívül fontos. A csapat 3 fővel indult, a Facebook oldalukon ma már 400 követővel büszkélkedhetnek, akik közül legalább 60-an aktívan részt vesznek a hétvégi kiruccanásokon. Az ötletgazdának a jövőre nézve is komoly tervei vannak. Szeretnénk megtartani ezt a létszámot, illetve még egy kicsit fejlődni, és ami nagyon fontos, hogy propagálni magának a Nordic Walkingnak a hasznos tulajdonságai, illetve előnyeit. Például cukorbeteg egyesülettel van nagyon jó kapcsolatunk, velük is szoktunk túrázni, tehát hogy ne csak azok jöjjenek, akik úgy gondolják, hogy nekik aktív, nagyon fit testre van szükségük, hanem akik csak egy kicsit ki akarnak törni a hétköznapokból és megmozgatni a testüket, anélkül, hogy túlterelnék magukat.
Megalakult Sopronban a Nyugat-Dunántúli Ritka Betegek Szervezete. Ennek a szervezetnek a vezetője dr. Kovács Gábor, aki genetikus is egyben. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Mit is jelent ez a szervezet? Miről is van szó? Egy olyan szervezetet próbáltunk létrehozni, amiből Magyarországon jelen pillanatban már körülbelül 50-60 van, hogy a szervezetbe olyan embereket tömörítünk, akik egy ritka betegségben szenvednek, az ő családtagjaikat, hozzátartozóikat, klinikusokat és kutatókat. Mi számít egyáltalán ritka betegségnek? Mire gondoljunk? Erre a kérdésre nem olyan könnyű a válasz. Néhány felmérést találunk a szakirodalomban. Előfordulási gyakoriságban Európában 1 a 2000-hez, de hogyha egy-egy betegséget külön nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy 1-3 születés minden 10. szülésre. Akkor már ritka betegségről beszélhetünk. Az Amerikai Egyesült Államokban azt mondják, hogy ha a lakossághoz mérten 200 000 fő alá esik az érintetteknek a száma, akkor ritka betegség fogalmáról van szó. Mondjunk egy-két ritka betegséget, hogy mégis a nézők értsék, hogy miről is beszélünk, mire gondoljunk. Néhány ritka betegség, ektodermális diszplázia, Alport szindróma, vékony bazálmembrán szindróma. Mondjuk el, hogy ezek mit jelentenek, jó? Jó. Ektodermális diszpláziáról beszélünk, amikor nagy vonalakban a betegségre egy tünet 3-as jellemző, ami érinti a körmöket, a fogakat, a bőr és függelékeit és a verejtékmirigyeket. Verejtékmirigyeket olyan fokon érintik, és talán a betegségnek ez az egyik legfontosabb tünete, hogy ezen betegek nem tudnak izzadni. És hát az izzadás hiánya, a verejtékezés hiánya az ugye a testhőmérséklet emelkedését okozza. Ezek a betegek 25 fok felett már általában belázasodnak, gyakoriak a lázas periódusai, tehát ez egy ritka és veszélyes kórképnek számít. Alport és vékony bazálmembrán szindrómák pedig örökletes vesebetegségek, ahol fehérjeürítés és vérürítés jelenik meg a vizeletben. Tehát általánosságokban ezekre a betegségekre, tehát akár ektodermális diszplázia, vagy alport, vékony bazálmembrán szindrómákra jellemző, hogy spektrum betegségek. Ez azt jelenti, hogy a tüneteik egy nagyon enyhétől akár egy súlyos fokozatig is mehetnek, és ezeknél a betegségen előfordul például egy alport szindrómának, vagy egy vékony bazálmembrán szindrómának, hogy valaki csak fehérjét és vért ürít minimális mennyiségben, de ahogy az élet előre halad, különböző környezeti faktorok, tehát például mozgás hiánya, elhízás közbelejátszik, akkor ez a betegség súlyosbodhat. Ezért is fontos, hogy ezek a betegek időben legyenek diagnosztizálva. Borzasztó nehéz lehet, nem? Azért rájönni egyáltalán, hogy valaki ritka betegségben szenved, mert gondolom, hogy éreznek valamit, elkezdenek nyomozni, de ez egy őrült nehéz helyzet, nem csak a betegnek, hanem a családnak, a hozzátartozóknak. Így van. A ritka betegségek diagnózis az nagyon nehéz. Tehát ugye a nevében is benne van, hogy ritka, kevés fordul elő, lehet, hogy Magyarországon nincs is olyan ritka beteg, ami megszületik az idei évbe. Ezért a klinikusok és a kutatók számára sem egyszerű, ezért fontosak az ilyen szervezetek, hogy összefogjunk, és egy nemzetközi hálózatot kialakítsunk, ami hál' Istennek most már létrejött jó pár éve. Mi is tagja vagyunk nemzetközi hálózatoknak, hogyha nálunk sikerül regisztrálni egy új ritka beteget, akkor annak a tüneteit összegezve Ausztráliától Amerikáig feltöltjük egy rendszerbe, és hogyha ahhoz hozzáértő kutató vagy klinikus találunk, akkor ő lehet, hogy már a terápiát is meg tudja kezdeni idejében, azzal ellentétben, mintha ezt a betegséget nem ismernénk fel, és ez a beteg úgymond csak hallódik a rendszerben. Ebben az is óriási lehetőség, ha belegondolok, hogy éppen elhangzott az, hogy mondjuk Magyarországon vannak a ritka betegségek, amit egy-két embert érint, nagyon keveset, de mondjuk Ausztráliában is élnek ilyenek, Amerikában, és akkor ezek szerint a szervezet segít abban, hogy ők kapcsolatot tartsanak egymással, hiszen gyakorlatilag a kommunikáció, aki hasonló cipőben jár, az nagyon fontos lehet egy ilyen betegségnél. Így van, és a mai világban már az internet fénykorában pillanatokat tudunk információt cserélni, csak meg kell találni azokat a csatornákat, amiken keresztül ezt meg tudjuk tenni. Ugye Magyarországon a ritka és felszületett rendellenességek országos szövetsége, a RIROSZ ezt nagyon jól koordinálja, mindenhol részt vesznek, ahol csak tudnak, és hát mi is alattuk próbálunk dolgozni, becsatlakozva olyan nemzetközi hálózatokba és évenként megrendezett nemzetközi konferenciákba, ahol elmegyünk, elmondjuk a mi eseteinket, hogyan diagnosztizáltuk, mi lett a genetikai diagnózisnak az eredménye, hogyan lehet egy pozitív családtervezést végrehajtani. És ez igazából abból a szempontból fontos, hogy ez a világon most a ritka betegségek kutatása az élvonalnak számít. És az egyik
nyomvonal a ritka betegségre fejlesztett gyógyszerek, az úgynevezett orphan drugok, ezek a ritka árva gyógyszerek. És ezeket az árva gyógyszereket úgy tudják a gyógyszerfejlesztő cégek tovább juttatni és kipróbálási fázisig elvinni, hogyha tudjuk, hogy ennek a betegségnek mi az oka. És nagyon sokszor a genetika jóknak a megtalálásával fogjuk tudni megmondani azt, hogy ezt a betegséget ez okozza, ebben a fehérjében történik egy változás, és arra már lehet, hogy a gyógyszercég fog tudni fejleszteni egy terápiás lehetőséget. Van, hogy tehát legalább mondjuk az életminőség javuljon, ha egyszer nem lehet tulajdonképpen meggyógyítani a ritka betegséget. Így van, a Bécsben megrendezett konferenciának pont az egyik fő pontja az életminőség javítása volt, tehát hogyan lehet elérni azt, hogy valaki életminőséget javítson. Az előbb említett ektodermális diszpláziánál például már fejlesztenek olyan hűtőmellényeket, ami ruha alatt majd, hogy nem láthatatlanul viselhető, bizonyos mennyiségű vizet kell beletenni, és azt tudjuk, hogy 4-5 órán keresztül, vagy attól függ, hogy milyen igazából ennek a hűtőmellénynek a típusa, lecsökkenti a tünetesnek a testhőmérsékletét, és igazából bárhova el tud jutni, nem kell, hogy csak mindig légkondicionált helyiségben tartózkodjon, de valóban nehéz ezeket a tüneteket észrevenni. Hát ugye nagy kérdés az, hogy ha valaki gyereket szeretne vállalni, és ritka betegséggel él, akkor vállalhat-e genetikailag, mekkora esély van, hogy öröklődik az a ritka betegség? Így van, hát nagyon sokszor ezek a betegségek úgynevezett de novo mutációk, tehát családban először előforduló betegség, ami azt jelenti, hogy sem az anya, sem az apa nem érintett, nem is hordozója a betegségnek, egy spontán mutáció folyamán kialakul, de nagyon sok esetben megvan az, hogy az anya, apa hordozó, és hát egy véletlen folytán ők pont úgy találkoztak, hogy az ő gyermekük viszont beteg lesz. Hogyha a következő gyermeket szeretnének, akkor egy genetikai kivizsgálás, genetikai tanácsadás követően egy pozitív családtervezés elősegíthető ezekkel a vizsgálatokkal. De ehhez szükség van ahhoz, hogy egy ritka betegségben szenvedő beteg eljusson egy olyan klinikai központba, ami egy ritka betegség centrum, és ezzel érdemben tudnak foglalkozni. Hogy juthat el valaki a szervezethez, a dunántúli szervezethez, hiszen biztos van olyan néző, akit érint ez a téma? Nemrégiben a Soproni Egyetem területén belül egy új kutatócsoport jött létre, ez a funkcionális genomika és bioinformatikai kutatócsoport, aki foglalkozik mindenféle genetikai problémának a megoldásával, az archeogenetikától kezdve a ritka betegségek diagnosztikájával. Tehát, hogyha egy olyan beteg most erre a mai beszélgetésre felfigyel, és úgy gondolja, hogy egy ritka betegségben szenved, akkor érdemes esetleg az orvosához, klinikusához fordulnia, aki eljuttathatja hozzánk a beteget, mi beszélgetünk vele, ez nem egy genetikai tanácsadás, mi megbeszéljük vele, hogy mi a betegségének a tünete, ezt próbálom összegezni, és hogyha már fejben ott van, hogy kihez lehetne továbbítani, akkor mindenképpen továbbítjuk, ha nem, akkor pedig ebbe a beteg szervező rendszerbe feltöltjük, és onnantól kezdve megpróbáljuk megtalálni, hogy ki az, aki hozzá tudja segíteni. Nem minden esetben lehetséges, tehát a ritka betegségek terápiája az még nagyon-nagyon gyerekcipőben van, de évről évre egyre több gyógyszert fejlesztenek szerencsére. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nagycsomlai Helga hisz abban, hogy a bútoroknak, a régi bútoroknak lelke van. Éppen ezért az ütött-kopott darabokat felújítja, festi, különlegessé teszi. Emellett egyedi dekorációkkal is foglalkozik. Jöjjenek el velünk Helga műhelyébe. Nagycsomlai Helga már gyermekkorában is művésznek készült, ám a szülei lebeszélték erről a pályáról. Amikor megismerte asztalos férjét, ismét beköszöntött az életébe az alkotás. Egyedi bútorokat akkor kezdett készíteni, amikor a saját házát szerette volna berendezni, rájött, nem talál neki tetsző stílusos darabokat. Nagyon szeretem a régi dolgokat. Nem Sopronban születtem, az életem első 9 évét Pécset töltöttem, ahol egy nagyon nagy múltja van a vásározásnak, és minden vasárnap a Bolha piacon voltam, és minden régiséget egyesével megnéztem. És ez az egyik fele, amit csinálok, a régi bútorokat. Nem szeretem, hogy a tűzre dobják, nem szeretem, hogyha a hulladékkezelőhöz kerül. Azt gondolom, hogy mindenkinek van lelke, és fel kell őket újítani, és újra használni őket. A bútorok festése mellett a másik szenvedélye az egyedi dekorációk készítése. Ez igazából elég széles körű, tehát most éppen hűtőmágneseket készítek, meg kulcstartókat, teljesen személyre szabottan, tehát egyedi rajzokkal, meg festéssel. Aztán karácsonykor karácsonyfedíszeket csináltam,
A lakásdekoráció szerintem nagyon-nagyon sokrétű, nagyon-nagyon sok területből áll, és próbálom mindenket felfedezni. Helga büszke arra, hogy a soproni kézműves műhely tagja lehet. Alkotás során számtalan technikával dolgozik, kedvence az aranyszín, amelyet gazdagon használ egy-egy festés során. Egy-egy egyedi bútortól pedig nem is egyszerű megválnia. Részben nehéz, igen, de főleg akkor nehéz, hogyha úgy készítek el egy bútort, hogy azt én keresem meg, én vásárolom meg, és utána én újítom fel úgy, ahogy én gondolom. Akkor nagyon nehéz, mert akkor a végére a szívemhez nő. Igazából itt azért nem egy-két óra munkáról beszélünk, hanem több tíz munkaóra, mire egy-egy darab elkészül. És addigra megszeretem, és az enyémmé válik. Viszont a másik oldala, amikor megkeres valaki, hogy egy bútorát újítson fel, akkor ez már nem ennyire szoros kapcsolat, mert akkor azért megvan, hogy ki mit szeretne, milyen színben, milyen mintával, nagyjából milyen stílusba kell, hogy passzoljon. Tehát ott azért nincs ilyen szívfájdalom. Megalakult Sopronban a Netiquette Klub. Köszöntöm a klub vezetőjét, Homor Pétert. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást, és üdvözlöm a nézőket. Mit jelent az, hogy Netiquette Klub? A Netiquette Klub az 2018. novemberével a Soproni Tudós Ismeretterjesztő Társulat szervezésében alakult meg. A nevéből kifolyólag az internet tudatos használata, illetve a hatékony internetes kommunikáció népszerűsítése, vagy inkább úgy mondanám, hogy elnémélyítése a cél, hiszen a mai világban mindannyian használjuk az internetet, ezért aztán mindannyian tisztában vagyunk bizonyos illemszabályokkal, vagy hogy érdemes az interneten viselkedni, és ehhez a témakörhöz kapcsolódóan gyűjtöttünk össze egy társaságot, pedagógusok, könyvtáros, múzeológus szakemberek tartoznak közéjük, de van például közgazdász szagunk is, és egy-egy témát boncolgatunk mindig, ami az internetes kommunikációval kapcsolatos. És aztán, hogy novemberben megalakult a klub, és elkezdtünk beszélgetni a különböző témákról, felmerült, hogy egy kicsit nagyobb nyilvánosságnak is szervezünk előadásokat, és most januártól kezdve hetente szerdánként lesznek előadások a Soproni TIT-ben, és hát erre várunk mindenkit sok szeretettel. Tehát gyakorlatilag most az előadásokat szervezünk, mint klub. És mi lesz a következő előadás, hiszen ha jól számolom, az január 16 szerda lesz. Hány órától? Január 16 szerdán 5 órakor én fogok tartani egy előadást, a digitális nyomkeresés lesz a címe, gyakorlatilag arról van szó, hogy tudatosan végigveszük azt, hogy milyen helyeken hagyhatjuk nyomainkat az interneten, tehát a terveim szerint egy kicsit a sütikről fogunk beszélni, amik befolyásolják a weboldalak működését, akkor például még amit szeretnék belevenni az, hogy egy Google akkunttal, hogyha belépünk egy felhasználói fiókban, nem csak a levelezést, hanem egy csomó minden mást is tudunk használni, és hogy ezek az adatokat hogy lehet visszakeresni, meg tudjuk nézni például a korábbi kereséseinket, vagy pedig ugye a YouTube is a Google szolgáltatás, és ezért a YouTube lejátszási listákat is elérhetjük, és erről fogok majd beszélni a következő alkalommal. Mit tapasztaltál, hiszen éppen arról volt, hogy az internetet már mindenki használja. A közösségi oldalak sem most már korosztályhoz kötöttek, hiszen tényleg minden korosztály ott van jelen például mondjuk a Facebookon. Mennyire tudatosabbak a fiatalok az internet használatban, mint mondjuk a középkorúak vagy az idősebbek? Érdekes a helyzet. A fiatalokra azt szoktuk mondani, hogy belenőnek. És valóban készségszinten használják azokat az eszközöket, amik őket érdekli. Nem feltétlenül vannak tisztában például azzal, hogy ezeket az applikációkat például, amiket használnak, milyen marketing célokra használják, milyen adatokat gyűjtenek róla. Tehát ennek a tudatosságnak az elmélyítése náluk is szükséges, hogy figyeljenek arra, hogy merre
mászkálnak az interneten, milyen programokat használnak. Az idősebb korosztály is, ő meg ugye szerintem inkább fél, de viszont nem látja a technológiai hátterét, ezért ő is tud olyan helyzetbe kerülni, amikor hát hiába próbálja kivédeni az esetleges veszélyeket, belefut. Milyen veszélyek lehetnek? Tehát mondjuk egy kicsit kevésbé tudatos felhasználó mivel találhatja szembe magát, hogyha nem figyel arra, hogy hol jelenik meg, milyen oldalakat keres, mit posztol, milyen képet rak ki? Egy nagyon érdekes dolog jutott eszembe. Kezdő internet használóknál, vagy hát idősebbeknél, akiknek nincs annyi rutinjuk, meglehetősen ijesztő az első reklámmal való találkozás. Uh-huh. Tehát akár az, hogy van egy teljes oldalas kezdőkép, ami betölt egy weboldalat, gyakorlatilag ő nem arra az oldalra navigált volna el, hanem egy teljes reklámot kap, és ami még szokott lenni, hogyha ezeket a villogó, nagyon agresszív reklámokat meglátják, akkor szinte látom, ahogy vonza a tekintetüket automatikusan, és kérdezik, hogy ez mi ez? Ott van írja be, hogy regisztráljon, vagy hívjam föl, küldjek neki SMS-t, és akkor mondanom kell neki, hogy azt hagyja legyen szíves figyelmen kívül. Tehát ezek a dolgokra ők abszolút fölkészületlenek. És amikor olyanokkal internetezek, akik tényleg elsőként használják ezeket, egy csomó üzenet fölugrik most már, hogy süti kezelés mi, akkor azt is le kell csukni, mert mire elkezdenénk az igazi munkát, vagy az ismerkedést egy weboldalra, addigra 3-4 ablakot be kell csukni, és nem tudja, hogy mi az. Ez az egyik része. Az meg, hogy a Facebookon, tehát ugye mondjuk a posztokat mennyire gondolják meg, náluk is fontos elmélyíteni azt például, hogy bizonyos célközönséget célozzanak meg. Le lehet szűkíteni, hogy kik látják azokat a bejegyzéseket, amik a Facebookon vannak. Én ezt úgy gondolom, hogy viszonylag kevesen használják. Ami még az idősebb korosztálynál elő szokott fordulni elég gyakran, ez a sorozatos poszt megosztás. Uh-huh. Tehát amikor 10-20 érdekesnek gondolt cikket is egy nap megosztanak a Facebook oldalakat, és erre is érdemes felhívni nekik a figyelmét, hogy ez nem biztos, hogy tetszik azoknak, akik őket követik, és ha esetleg el is rejtik a Facebook hírfolyamban, egy fontos üzenetük nem fog eljutni hozzájuk. És mi a véleményed arról, hogy például valaki állást keres, és beadja az önéletrajzát, nyilvánvalóan olyan motivációs levelet, ahol ő nagyon fényes és nagyon patent és minden rendben van, de közben van mondjuk egy Facebook oldala, egy közösségi megjelenése, ami nagyon sok mindent elárul magáról. Ez mennyire lehet veszélyes? Hát a mai fiataloknak meg kell gondolniuk, igen, hogy mit raknak ki a Facebook oldalukra. A lehetőség megvan, és a lehetőséget kell ismerni, hogyha mondjuk csak a barátaimnak a bulis képeket akarom megosztani, akkor az csak a barátaim lássák. Figyeljünk arra, hogy mit láthat a nyilvános profilban a munkáltató. Ez a munkáltató részéről, ugye ezek is volt eredetileg egy ilyen negatív felhangja, hogy kémkednek utánunk, de azt gondolom, hogy ez is olyan, ami a mindennapi gyakorlattá vált, hogy lecsekkolnak egy komoly helyen valakit az internetes jelenléte alapján. Ami még kicsit a régebbi időszakból, a közösségi oldalak előtti részről jut eszembe, az e-mail cím is nagyon fontos, ugye, hogy milyen e-mail címen jelentkezik az ember, mert azon is nagyon könnyen komolytalanná lehet válni. Igen, édi-bédi babuka például, igen. Elnevezés mondjuk egy komoly közgazdaságot végzett hölgynek nem igazán hiteles. Igen, néha még az is, hogy milyen szolgáltatót használ az ember, az alapján is szűrik az embereket. Tehát mivel a Google egy profillevelező rendszer, ezért azt például előnyben részesítik a HR-esek, ilyet is hallottam már, és én így gondolom, hogy ez így is van. Lenne még mit megbeszélnünk, de most a beszélgetés végére értünk. Ezek szerint akkor majd találkozunk január 16-án 17 órakor, és el lehet mélyedni még inkább ezekben a témákban. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Én pedig köszönöm a figyelmet, ennyi fért a mai Életmód magazinba. Viszontlátásra!